Szevasztok! Hú! Nagyon elpatáztam, 8 percem van elérni a buszt. A buszt, a vonatot. Ráadásul most tettem. Egyszerűen videóvágás miatt nem volt sok időm. Röpke, 1 órán maradt mindenre. És még akartam körmeccset, abból másfél lett. Nem baj. Hú, aztán septibe megettem a kis sültjeimet. 50-kor álltam neki sütni, egész 17 van, vagy 8. És 27-kor megy a vonat. Úgyhogy nagyon zsír. Ott a vonatom. El ne menjél nélkül, mert nyakor szúrlak. Van 3322 darab másik ajtó. Látja, hogy erőlködök föl is. Gyors volt. És 26-30. Ma délután nem lesz szakadó eső, akkor elugrok Tamáshoz Csepelre, és megpróbáljuk visszedni a tengelyt, és betenni egy orszárast a Rocksok 35 koltba, mert ezt már nem lehet kinyitni, úgyhogy muszáj kihaberálni, az újat meg nem fogom beleadni, mert egyszerűen vacak. 8 majomot ordibál, és sörözik, és vihog, és óriásokat röhög, zabál, csapkod maga körül. Azt hiszem, valami buli hajón vannak. Lépcsőt nem hagyunk ki. De jó, még a villamos is keresztbe állt. Ez aztán a király. Gyere erre! Nem tudsz menni, mert keresztbe állt a villamos is. Ez. Fasza. Na hát, megjöttem a kis kuplerájomba. Most tényleg kupi van. Tényleg csak elszaladtunk. Mindenki befejezte, amit kellett, azt futás volt. Hú, megjön a gumima, össze tudom rakni elvileg ezt. És minden rendben van. Oké, kiderül. Hú! Itt tart a kargó, itt hagytam abba tegnap. Mert megjöttek a tengelyek. Ezt nem hiszitek el, rohadt drágán csinálták meg Gödöllőn. Itt van, ezt kértik, ezt a cuccot. Hiába mondtam, hogy ne oda menjünk, de erőszak lett. Ez így, meg még egy ugyanilyen darab, 63.000 forint áfával. Tessék. A csepeli ismerős szerintem megcsinálta volna kettőt bőven 30-ból, de talán 40-ből is. Nem egy nagy ördöngőség. Ezek meg egy másfél hetet ültek is rajta. Én nekem az a véleményem, hogy nagyon jó lett, nagyon király, baromi nehéz, tehát nem az az anyag, amire én gondoltam. Nehezebb, mint ami eredetileg volt. Viszont jó lett a méret, az legalább nem para, tényleg szép lett meg. Jól van megcsinálva a kivitelezés. Igaz, hogy nem találták el a 32-es méretű csapolást, ami elég érdekes, tehát nincs hozzávaló kulcs. Meg nem találták el a menetmélységet, csak egy kicsit rövidebb lett, de amúgy minden király. Mármint ezt. Amúgy jó. Föl lehet tenni, szerencsére össze is lehetett rakni. Meg is mutatom, csak sötét van. Csinálok fényt. Na. Hogy ott van, ennélkül nem tudtuk volna összerakni a kargót. Ez a második, amit összerakok. És egész jó lett, sőt, szerintem jobb lett, mint az eredeti. De tényleg még hiányzik egy kevés. Tehát körülbelül 3 menet hiányzott volna, mert az volt a terv, hogy azért túllógjon egy kicsit.
mindenféleképpen, de azt mondom, hogy ez még elviselhető. Szerintem jó lett, itt tartunk, még hiányzik hozzá pár dolog, mert ezt csak vázról építjük, de ennyi. Ott az én általam készített hátsó kerék, fönn van a váltó, a sor, a hátsó fék, ami csak egy V-fék, elől a tárcsák vannak, fönn meg a kerekek, amiket kaptunk a másik gravelhöz, mert azt mondták, hogy ezzel rakjam össze. És ennyi. Majd készül és szépül. A keretekhez már van két faanyagunk, már ennek meg van az alja. Itt is van. Gyönyörű általunk lelakkozott dög. Pont lukon van. Nagyszerű. Szép, ez lesz az alja. Ezt majd mindjárt rögzítem. És akkor innen már csak fölfelé kell haladni. Ja. Még ide van egy vasalat. Ez érdekes, kicsivel szélesebb, mint a másik, úgyhogy valószínű a rögzítés után nekem ide kell kalapálni. Nem lett pont ugyanolyan széles, nem tudom, miért nem tudnak kettő darab ugyanolyan keretet legyártani egyébként. Tehát a másik az egy bőfél centivel keskenyebb keret volt, mindegy. Ezt szépen odaébb kalapálom, hogy passzoljon hozzá. Tehát rásimuljon ide, majd jönnek ugye sarokvasak, megjön a négy oldala, és akkor úgy lesz összerakva. Mint a másik, csak nem doboz lesz, hanem babahordó. Na, hát sajnos későn végeztünk. Na, és most megmegyek Tamáshoz. Megpróbáljuk kiszedni, remélem hamar sikerül, mert haza is kell utána menni. És holnap megint korán kell kelni, mert elmegyünk asszony gépéért, ami megjött. És kivételesen jobbra megyek, ugye? Muszáj itt csalnom, inkább a bringa úton megyek ezzel, mert ez lassú. Jó volt az a mai nap, de nagyon lassan mentek a dolgok. Sokat pofáztam, látszik, hogy péntek van. Elfáradtam. Busz nem szeretek sárvédőt szerelni, mert sokáig tart felrakni. Minden csavar. Ki kell mérni a távolságokat. Mondtam, hogy ezért szeretném előre megcsinálni a sárvédőket. És akkor csak ki kell emelni, és csak két csavarra, hárommal felrakni. Mert egyébként még négyel kell, mert nincs egybeépítve egyáltalán. Csak magát. Ráadásul vadászni kell csavart, mert nem adnak hozzá. Csak magát a cuccot gyártják, mert a csavart nekünk kell szerezni. Ez van. Méter múlva fordulj a jobbra. Ezt folytában, egyfolytában ilyeneket csinál. Tudom, hova megyek, azért használom, hogy biztosan jó útvonalon menjek, de már így is el akar engem csábítani másik útra. Gyalogossal együtt mehetek is. Nagyszerű, köszönöm. Tudom, ismerem, maradjál csöndben. És ilyenkor előadja magát, mert zavar, hogy megváltoztattam az útvonalat. 50 méter és ezt kellett volna megadni eredetileg is. Balra. Na, forduljon balra. Most már kussolj be. Köszönöm. Minden már tudom az utat. Közel arányosan. Na. Itt azt írja, menjek át. Jobbra el, balra át. Igazából ezen az úton. Így. Kis kényelmes, nyugodt részem. Üdvözlés Szent úton, és akkor ez a megoldás.
Ott egy kutusz, nézd milyen szép. Hát nézd milyen szép kutusz. Szia kutyúi. Hát meg kell zabálni. Úristen, valamikor gyerekkoromban hozott el egyszer talán nagyapám idebből sportklubba. Jól lerombolódott azóta. Durva, hogy kinéz. Ezt nem lehet kibírni. Ha van, megcsináljuk. Ez egy annyira szép utca. Az a Szeveni egyébként, ez gyönyörű út. Csak minősége. Hát hagyd némi kívánivalót maga után. Már fújva nem gond. De ez egy szép hely. Mindegy. Mondom, az végig ilyen kellemes. Na hát, srácok, elfelejtettem, eldumáltuk az időt Tamással. Na hát, már elkezdtem mondani, csak mi ismételten az történt, hogy lemerült az aksi, ami fel volt töltve. Biztos nem figyeltem oda, hogy kikapcsoljam, mindegy. De már jó. Kicseréltem, mert volt itt. Tehát megcsináltuk Tamással a tengelyt, illetve csinálta, én igazából csak néztem, mert neki volt saját szerszám, a saját műhelyében ő megoldja. Már eljöttem egy ideje, csak eddig elpofáztuk az időt, aztán elfelejtettem, hogy beszámoljak róla. De a lényeg az, hogy itt van a kis tengely, gyönyörű, gyorszáras, nyitható darab. Ezt én szeretem jobban, mint ezt a másikat. Végre nem lesz gondom a szereléssel, amikor ki kell venni a kereket. Ja, önnal nem látszik meg pont ott az autófénye, tehát itt van. Kapott a kicsikén, milyen szépsége. És most megyek haza. Késő van, 3:49. Ide értem 7 előtt, valahogy így. Ennyi időt eltel. És most húzok haza Cseperről. Még Brunoxal átkenegettük a mozgóalkatrészeket, így minden szebben mozog. A villa is, a dropper is gyönyörűbben jön ki, meg megy be. Ú, de tényleg sokkal jobb. Így meg tudom csinálni ezt. Király. Már mióta tervezek Brunoxot venni, de amikor legutóbb elfogyott, azóta nem megyek, és ez már egy 2 éve volt. Valahogy így nem tudom, elég rég. Mindegy. Még egy. Ja, de jó. Na jó van, nem játszom, megyek haza. Legyetek jók. Hát Timelessben fölveszem az utat, de ennyi. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!